A Dombóvári Vasutas és Atlétikai Szabadidő Egyesület hagyományosan megtartott évzáró eseményen értékelték az előző évi teljesítményeket, a befektetett munkát és jutalmazták a legjobb sportolókat. Egyesületünkben ugye több csoportot működtetünk, különböző korosztályos versenyeken veszünk részt, mind területi, mind országos versenyeken is. Az idejében is, vagy hát a 23-as évben is elmondhatjuk, hogy van országos bajnokunk, Lakatos Lam Bence személyében, aki magasugrásban lett korosztályos országos bajnok, ami nagy büszkeség számunkra, hiszen így az Egyesület a sort nem megszakítva már több éven keresztül országos bajnokot ad, és ezzel is alátámasztjuk a munkánkat. Az elnök hozzátette, atlétáik a területi versenyeken is részt vesznek, ahol rendszeresen dobogós helyezéseket szereznek. Az előkészítő csoportot Halmainé Horváth Katalin, volt atléta vezeti, heti több alkalommal edzenek. Megünnepeljük, ugye lezárjuk az évet, egy kicsit értékeljük az eredményeinket, kapnak díjakat a legügyesebbek, aztán elbúcsúztatjuk az újonc kis sportolóinkat, akik ugye a versenyzőkorúak lesznek, és egy kis, van egy kis pizzázás és egy közös időtöltés. A sprinter ugró dobószakág edzője Tar Imre, a futóké pedig Fazekas Gáspár. Dombóváron az atlétika sportág hivatalos formában 1927-ben nyert teret. Az évzáró eseményen számos elismerést kiosztottak. A szervezők elmondták, remélik, a 2024-es év is sportsikerekben gazdag lesz Dombóvár számára.